Sziasztok kedves nézőink! Ezúttal is szállítunk nektek néhány fincsi érdekességet a videójátékok témaköréből, melyhez már jó szórakozást is kívánnék. A Blizzard fejese John Hyde bejelentette, hogy 2014. március 18-án leáll a Diablo 3-ban található aukciós ház, mivel az ötlet hiába remek, ha végül agyoncsapja a hangulatot és a játékélményt. Ellenben a folyamatos net kapcsolat megmarad. Sokan azért reménykedtek az offline lehetőség megjelenésében, mivel az aukciós házhoz elengedhetetlen volt az internet megléte, nélküle azonban szabad lenne az út. A Blizzard nyilatkozata szerint az állandó kapcsolat jó dolog, ráadásul a csalók kiszűrésében is nagy előnyt jelent. A Bohemia Interactive bejelentette, hogy korábban kizárólag iOS-ra és Androidra érkező Arma Tactics PC-re is ellátogat, ráadásul a Steam Early Access-nek hála már húzhatjuk is a kicsikét. A 4 fős csapatot mozgató, körökre osztott stratégia október 1-én jelenik meg. Szeptember 20-án landolt a Riddick the Merc Files, ami nem ugyanaz a projekt, amit nemrégiben Vin Diesel emlegetett, lévén ez a játék nem MMO és nem is a Starbreeze fejlesztette. Az egyelőre csak kizárólag iOS-re befutott címben lopakodnunk és akcióznunk kell, miközben felülnézetből kémleljük a történéseket. A Gran Turismo 6 még korán sem lesz végleges a megjelenése pillanatában, ezért már aznap érkezni fog egy patch, ami meglehetősen sok dolgot pakol bele a garázsunkba. Ami tuti kimarad a kezdésnél, azok az új motorhangok, valamint a multi is kicsit alakulni fog az első időszakban. Hatalmas sikernek örvend a Mega Man szellemi örökösének is tekinthető Mighty No. 9 Kickstarteres gyűjtése, ami egy újabb cél zsebelt be. A játékra ugyanis annyi pénz jött össze, hogy érkezni fog belőle Xbox 360-as, PlayStation 3-as és Wii U-s változat, de ha elérik a 3,3 milliós álomhatárt, akkor a Next Gen masinák is kapnak belőle egy darabot, sőt még a kézi konzolok sem maradnak ki a buliból. Andrew Wilson, az EA Sports és az Origin fejese csücsül az Electronic Arts vezérigazgatói székébe, ami azután üresedett meg, hogy John Riccitiello szűrjét kitették. Wilson céljai igazi mesés gondolatok, lenyűgöző játékok, hihetetlen szolgáltatások, na meg persze rengeteg pénz. Az eddig csak beta-teszt szerepkörben tetszelgő Free-to-Play MechWarrior Online végre valahára elindult az ólomlábain, hogy meghódítsa a robotika szerelmeseit. A Microsoft fejese Aaron Greenberg bejelentette, hogy a korábban vázolt 1080p helyett csak 900p-t kapunk a Rise Subnochrome esetében, ami így sem kevés, de azért nem ugyanaz, mint amit régebben ígértek nekünk. Az alábbi bejelentés szerint az NBA Live 14. november 19-én jelenik meg Amerikában. A hírben nem térnek ki az európai premierre, elvégre a következő generációs konzolok megjelenése még igencsak zavaros, de azokban az országokban, ahol lesznek gépek, várható az NBA Live is. A Ubisoft kitárta a Silent Hunter Online kapuit, így mostantól bárki csatlakozhat a nyílt beta teszthez. A cuccos egyébként free-to-play, ráadásul egy böngésző is elég hozzá, így aki kedvet kapott, az már merülhet is a tenger alá. A Rovio és a Helsinki Egyetem összefogott, aminek hála befutott az iskolapadokba az Angry Birds Playground, ami a gyermekeknek játszva tanítja meg a matekot, a nyelveket, a zenét és a tesit, miközben a dühös madarakat sem kell nélkülözniük. Pár játékos kicsit kutakodott a Grand Theft Auto 5 forráskódjában, és PlayStation 4-re, valamint PC-re utaló jeleket találtak, de mivel a hír csak pletyka, ezért kéretik óvatosan kezelni a dolgot. A Saints Row 4 sem szerette kimaradni a Rockstar buliából, ezért kiadtak a játékhoz egy GTA 5 névre keresztelt pakot, amiben különféle ruhákra tehetünk szert, méghozzá teljesen ingyen. David Goldfarb, a Payday sorozat direktora elárulta, hogy a folytatások egyikében nincs kizárva egy esetleges kompetitív mód feltűnése, de jelenleg ezt még nem oldották meg. A Payday a kooperatív élményre épít, és bár sokan szeretnének a rendőrökkel is nyomulni, erre még várniuk kell egy keveset. A Monster Hunter Frontier G PlayStation Vita-ra is megjelenik majd, így ez lesz a sorozat első olyan tagja, ami egy kézi konzolra is befut. Sok infót még nem tudni a játékról, de az szinte biztos, hogy cross-save és cross-platform funkciókkal tuti össze fogunk futni, feltéve, ha van egy PlayStation 3-unk. A Namco Bandai az idei Tokyo Game Show-n erősítette meg, hogy a Dragon Ball Z Battle of Z Amerikában és Európában is 2014 elején jelenhet meg. Az előrendelők további extrákhoz jutnak majd, de lesz Day One kiadás is, amiben Goku kap egy új rucit. A Platinum Games a Tokyo Game Show jelentette be, hogy egy egész estés anim készül méghozzá a Bayonetta alapján. Az első előzetes már be is futott belőle, a premier pedig november 23-án lesz Japánban. Infók és látnivalók érkeztek a PlayStation 4 exkluzív Deep Down-ból. A játék 2094-ben játszódik New Yorkban, de a technológiai fejlettségnek hála ide-oda ugrálhatunk az időben. Azt is megtudtuk, hogy a játékban bejárható kazamaták véletlenszerűen generálódnak, így érdemes lesz többször is visszatérni majd egy-egy komolyabb helyszínre.
Újabb címek landolnak októberben a PlayStation Plus szolgáltatásban, amire így ingyen tehetjük rá mancsunkat. A korábbi felhozatal ugye, ami az Assassin's Creed 3-at, a Saints Row 4-et, a Payday the Heist-et, a Urban Tribe Freestyle-t, a New Little King Story-t tartalmazta, szeptember 25-én átadta a stafétabotot a Far Cry 3-nak, a Gianna Sisters Twisted Dreams-nek és a Dragon's Dogma Dark Horizon-nek, de két PlayStation Vita cím is érkezett, a Street Fighter X Tekken és a Touch My Katamari. Egy újabb érv, hogy nem érdemes halogatni a PlayStation Plus tagjávállást, ráadásul ha beruházunk, akkor azt rögtön három platformra tesszük meg, mivel a PlayStation 3 és a Vita mellett majd a PlayStation 4-en is élvezhetjük a kiváltságokat. Ezúttal a Namco Bandai nem csak látnivalót hozott a Dark Souls 2-ből, de egy megjelenési dátumot is csatolt a videó mellé, sőt a gyűjtői kiadásokról is megtudtunk pár dolgot. A játék 2014. március 14-én jelenik meg Európában PlayStation 3-ra és Xbox 360-ra, a PC-s változat viszont lehet, hogy késni fog egy kicsit, cserébe viszont nem marad el az optimalizáció. Eközben kiderült az is, hogy a Collector's Editionben egy 30 cm-es szobor vár majd ránk, természetesen a szokásos extrák mellett, még a Black Armor Edition vásárlói egy igen kellemes külsejű fémdoboznak örülhetnek. Egy névtelen forrás szerint úgy néz ki, hogy könnyedén hiánycikké válhat a britteknél a PlayStation 4, sőt ez az állapot akár hónapokig is fennállhat. A konzol előrendelői egyébként jócskán meghaladták a várt szintet, ezért a PlayStation brit részlege már tárgyalásokat is kezdeményezett a Sonyval azért, hogy a Szigetországba kicsivel több gépet szállítsanak. Sokan egyébként attól félnek a Sonynál, hogy ha nem lesz elég PlayStation 4 a polcokon, akkor a vásárlók könnyedén a konkurencia felé fordulhatnak. Köszönjük szépen figyelmeteket, természetesen a 39. hetet sem fogjuk figyelmen kívül hagyni a hírek terén, és szállítunk abból is minimum két hír összefoglalót. Na de addig is, jók legyetek, tanuljatok, sziasztok!